Sziasztok mindenkinek, szép napot, egy bojtös sapka, ezért már rögtön be is mutattam nektek, itt van velem Zoknifej Peti, üdvözlő benneteket, ő is. Sziasztok, hozott nekem egy kulcsot, ez egy Mazda Premacy kulcsa, amit rögtön már is munkába fogunk hajtani, mármint a kis kulcsocskát, azaz elfordítom a jobb kezemmel, és megpróbáljuk ugye beindítani ezt a kis autót. Tehát egy rövid indítás után a 100 lóerős dízelmotor már jár is benne, szépen veszi a fordulatot. Egy szép bőrkormányos autó, különben 2003-as évjáratú, ugye szervó kormányos, könnyen tekerhető, még Peti is simán el tudja tekerni természetesen. Van darab, 4 darab légzsákunk, ugye itt van egy, aztán itt van ugye jobbról légzsák, és az autónak az első üléseiben is van légzsák. Van kormányról vezérelhető zenénk, ami igen kellemesen szól, illetve digitális automata klímánk, amit be is tudunk így hirtelennyében nyomni. Van ötös váltónk, van középső könyöktámaszunk, ami még érdekes lehet. Ezen kívül fényszóró magasság állításunk van, 4 darab elektromos ablakunk van, elektromos tükrökkel. Ezen kívül állítható magassága az ülésünk, és a kormányoszlop is ugye onnan. Egy biztos, hogy nagyon szép az autónak az ülése, nem csak ez, hanem az összes kopásmentes teljes mértékben. Az autónk egy fekete metál színű autó, aminek ha a hátsó ülés sorozata is ránézünk, látható, hogy nagyon szépen rendbe tartották, nincs lakva egyáltalán. Gyermekeinknek, utasainknak hátra pedig ilyen kis tálca van, amiben lehet tárolni, illetve rakosgatni, enni, innivalókat. Gyári alufelni van az járgányon, Mazda felni van rajta, műszaki vizsgája az 2 év, azaz 2 év műszaki vizsgával kínáljuk ezt a kis autót. Tetején tetősít, tetőbox fogadható rá még, ezen kívül vagy kerékpártartó. De ha nem akarjuk a tetejébe tenni a kerékpárunkat, ide szerintem egy rövid szerelés után, egy első kerék kiszerelés után már simán bedobható, tehát szép nagy tágas csomagtere van. Ez sincs lelakva, hátul tálca van benne, tehát megvédték szépen az autónak ezt a kárpitozását. Még azért belenézhetünk a motortérbe. Elől kötfényszóra, amit találtam, még érdekes lehet, illetve a motor csendességét szeretném még megnézni, mert igazán kellemesen duruzsol ez a kis moci benne. 16 szelepes, 100 lóerős és 5-6 liter üzemanyaggal is megelégszik, és szépen viszi ezt a karosszériát. Szerintem ezt be is csuknám, és el is köszönök mindenkitől, gyertek be hozzánk, remélhetőleg az autó még meg lesz, és már meg is tudjátok nézni, meg lehet próbálni, át lehet vizsgálni. Köszönöm szépen, sziasztok, a viszontlátásra!